nagyon okos vagyok, és már ott is van. Állatbarát lett a székesfehérvári vasútállomás, ahol mostantól egy csipleolvasó segíti a kóborállatok gazdáinak felkutatását, illetve az állatok biztonságos elhelyezését. Kutyának a nyak bal oldalán kell végighúzni, de nem csak úgy, hogy egy pillanatra hozzáérintem, hanem én azt szoktam mondani, mint hogyha átvasalnám a kutyát, több helyen el kell húzni ezt a csipleolvasót, hiszen bőr alá beültetett tájról beszélünk, ami arrébb vándorolhat. És amikor a csipleolvasó csippan, akkor bejelez 15 jegyű számot, és ezt a számot kell bediktálni az ebrendészeti szolgálatnak. Az adott település ebrendészeti szolgálatának telefonszáma egy QR kóddal kikereshető. A tájékoztatás követően a gazdi könnyen beazonosítható, és az állat újra hazatérhet otthonába. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és a MÁV Volán csoport együttműködésének köszönhetően Veszprém után ez a második állatbarát pályaudvar az országban. Jelen együttműködési megállapodásnak az eszmeiségen túl már konkrét eredményei is vannak. Az elkóborolt állatok hazajuttatásában igyekszünk lépéseket tenni, amikor a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány 5 csipleolvasót adományozott a MÁV Volán csoport részére. A MÁV Volán csoport elkötelezett az állatvédelem és a felelős állattartás iránt, ezt már Mosóczi László vezérigazgató mondta, aki kiemelte, az ügy népszerűsítése helyet kap az élő állatokkal való utazások során is. Vasútállomásainkon, hév- és autóbuszállomásainkon rendszeresen találkozunk élő állatokkal, legtöbbjük elkóborolt ebb. Az élő állatok biztonságos elhelyezése és tulajdonosai felkutatása mind állategészségügyi, mind közegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. A MÁV ZRT, a Volánbusz ZRT és a MÁV HÉV ZRT fontosnak tartják az állatvédelmi szemlélet elsajátítását és gyakorlását. Az állatvédelem és a közösségi közlekedés fontos területek, ezek összekapcsolódása pedig elengedhetetlen akkor, amikor a házi kedvencével utazik valaki, hangsúlyozta Székesfehérvár polgármestere, aki hozzátette, mindenhez szükség van a civil szervezetek, az állam és az önkormányzatok összefogására is. A mai nap erről az összefogásról is szól, hiszen egy állami intézményben vagyunk, a város egyik legfontosabb pontján, a vasútállomás és környékén. Bízom benne, hogy ez a fejlesztés is segíteni fog mindenkit a felelős állattartásban és az állatvédelemben egyaránt. Ovádi Péter kormánybiztos az átadón azt mondta, az állatvédelemben akkor lehetünk sikeresek, ha közös üggyé tesszük azt. Ezért támogatja a kormány az állatbarát civil szervezeteket. A kormányzat is mindent meg szeretne tenni azért, hogy az állatvédelem ügyét előrébb vigyünk. Ezért is írtunk egy 500 millió forintos keretösszegű pályázatot civil szervezetek számára. Itt a tavaly évben 187 civil szervezet tudott nyerni ezeken a pályázatokon. Ezt a pályázatot ebben a hónapban is ki fogjuk írni. Itt is el tudom mondani azt, hogy minden civil szervezetnek várjuk a pályázatát erre, és reméljük azt, hogy ez is olyan sikeres lesz, mint a tavaly évben. Székesfehérvár a Dunántúl egyik legjelentősebb vasúti csomópontja. Az állomáson szezonban több mint 300 vonat közlekedik naponta. 2022-ben éves szinten több mint 8 millió utast regisztráltak.